A biztonságos gyalogos közlekedéshez széles és felújított járda, leaszfaltozott kapubejárók, új szegélykövek és csapadékvízelvezetők. Ez mind annak a felújításnak a részét képezi, amelyet pályázati forrás és saját erő felhasználásával tudott végrehajtani, többek között a Kolozsvári utcán Sárospatakváros önkormányzata. A hazai pályázatok megfelelő kihasználásával eddig minden éven sikerült nyernünk egy olyan 40-60 millió forint értékű összeget, amelyhez az önerőt hozzátéve tudtuk az útjainkat és a járdáinkat felújítani. Nagyon nagy szükség volt erre, hiszen a gázberuházás és a szennyvízberuházás után az útjaink abban a rossz állapotban maradtak, és most már nyugodtan mondhatjuk, hogy Sárospatak útjainak a 90%-a az olyan állapotban van, hogy teljes mértékben felújításra szorulna. Aros János alpolgármester elmondta, idén már nem, de tavaly még volt lehetőség arra, hogy ilyen jellegű feladat végzésre forrásokat nyerjenek el. Ezért volt fontos, hogy még 2009-ben kihasználták ezeket a lehetőségeket. Ebből a pályázatból nyertünk az itt található Kolozsvári utcának a felújítására, amelyre ígéretet az előző városvezetéstől még a gát megépítése során, illetve a fazekas aszfaltozása során kaptak. Sajnos ez is ránk maradt, úgyhogy nekünk kellett róla gondoskodni. Így most a Kolozsvári utca és a Dobó utcán a járdának a felújítása az megtörtént. Ez több mint 600 méter hosszan. Ez most már jó állapotban van. Reméljük, hogy az összes többi utunkat és járdánkat is a következő ciklusban sikerül ilyen állapotúvá tenni. Bár a város önkormányzata ezzel párhuzamosan egyéb fejlesztéseket is szeretett volna végrehajtani, anyagi források hiánya miatt ez most elmaradt. Az alpolgármester véleménye szerint pedig együttesen lenne értelme mindennek. A Kolozsvári utca alatta az ivóvíz és a szennyvíz vezeték sajnos nem került kicserélésre, hiszen az erre beadott pályázatunk nem nyert, viszont a csapadékvíz alsó szakaszát azt kiváltottuk, hiszen a cső itt el volt törve. Más a helyzet a Görbe úttal. A Görbe út is most már olyan állapotban van, hogy csak terepjáróval lehet rajta közlekedni. Itt az ivóvíz felújításra nyertünk pályázatot, az aszfaltozásra nem, tehát ezt majd nekünk valamilyen más forrásból kell megoldanunk a következő évben.